A tegnapi napnak a fő témája az intézményeknek a szerepe a helyi közösségek életében ez volt. Ehhez, hogy ezt átbeszéljük, ehhez egy közös ilyen ötletelés, ilyen kulcsfogalmaknak a gyűjtése volt, amivel kezdtük a napot. Megpróbáltuk számba venni, hogy milyen típusú szerepe van. Mi jut eszük be az embereknek arról, hogy intézmény? És általában nagyon gyakran egy épület, valami nagyon hagyományos, tradicionális szervezet, mint az oktatás, vagy az önkormányzat, vagy a könyvtár, ilyenek mi az eszükbe, és ez valós is, de a mi közösségfejlesztői nézőpontunkból ez egy kitágított értelmezés, mert minden intézmény, amelyik valamilyen ügynek a szakszerű, kiszámítható megoldását keres, amikor emberek összejönnek és valamilyen tevékenységet arra választanak maguknak, hogy megoldjanak egy helyi problémát, hogy foglalkozzanak egy helyi kérdéssel. Aztán, hogy ez később tartósan felmarad-e évekig, évtizedekig, vagy csak 2-3 hétig, hónapig, néhány találkozás alatt oldódik meg, ez egy másodlagos kérdés a közösségfejlesztés szempontjából, de az emberek aktivitása nagyon fontos, hogy ezeket az intézményeket mozgatni tudják. Másik ilyen fontos kérdés volt, hogy amely intézmények működnek már országos hálózatban, mint az egészségügy, az oktatás, a művelődési intézmények, a szociális intézmények, hogy ezek valóban szolgálják a helyi társadalmat, vagy pedig olyan érdekeket képviselnek, amelyek gyakran már nem feltétlen azonosak a helyi ügyekkel, vagy a helyi embereknek a fő gondjaival. És az is egy külön kérdés, ami fölmerült is tegnap ebben a felvezetésben volt, hogy ha nem ilyenek az intézmények, akkor tud-e a helyi közösség nyomást gyakorolni arra, hogy módosítsanak a működésükön. Sőt, még a tovább mentünk, hogy vannak-e olyan ügyek, amelyekre nincs központilag kialakított intézmény, de az emberek saját maguk, vagy a helyi közösség, a civil társadalom saját maga létrehoz intézmény. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Van egy ilyen tételmondat, hogy a közösségfejlesztés az intézmények építésének a folyamata. Ezt próbáltuk meg átbeszélni, ez most egy kicsit ilyen elvont, egyáltalán az intézmény kérdés egy ilyen elvontabb kérdés, de nagyon fontos volt, hogy a település viszonylatában próbáltunk erről gondolkodni és példákat hozni, hogy egy adott településen kik lehetnek azok a partnerek, akik tipikusan ott vannak. Vannak-e olyan példák, amelyek, amit az előbb is mondtam, nem volt valamire megszervezve egy szolgáltatás, egy intézmény, és a helyi közösségnek volt annyi ereje, hogy megszervezte saját magát. Ezekről volt beszélgetés. Vendégeink voltak, a két műhelyben zajlott a tegnapi délutáni munka. Az egyik csoportban elsősorban az ilyen hagyományosabb hálózatokról volt szó, mondjuk az egyház, vendégünk volt Bolba Márta, aki Józsefvárosban, tehát a főváros egyik legösszetettebb és legnehezebb kerületében evangélikus lelkész, és hogy ő hogyan próbált egyszerre egy egyházi közösséget is építeni, és egy civil társadalmi közeget is megteremteni e köré. Vendégünk volt Németh Nándor, aki vidékfejlesztő, tehát nagyobb rálátással van a falusi, regionális dolgokra. Ő ráadásul a Máltai Szeretett Szolgálatnak a Dél-Dunántúli régiójában dolgozik. Hát ő nagyon sokat beszélt arról, hogy nagyon gyakran magukra hagyottak ezek a falvak, és nincs feltétlenül szinkronitás, harmónia, a központi elképzelések is ezeknek a megvalósítása és a helyi szükségletek és a helyi működés között. És vendégünk volt még Gönc polgármestere, Sivák János, akit egy kicsit a önkormányzatról, mint egy helyi intézmény, amelyik szinte minden faluban megtalálható, vagy közvetlenül, vagy valamilyen társulás formájában, hogy az önkormányzat hogyan tud ezekben az intézményi szerepekben segítője lenni a helyi civil társadalomnak.